Az ezresen tehát Mátyás király van. Sziasztok! A forgalomban lévő bankjegyeink mindegyikének az elején egy-egy történelmi személyiség látható, a hátoldalakon pedig mindig az adott történelmi személyiséghez kapcsolódó ábrázolás van. A következő két videóban azt fogom megnézni, hogy mennyire valósághűek ezek az ábrázolások, vagyis elmegyek az összes helyszínre, és megnézem, hogy így néznek-e ki igazából. Szerintem a háttérből már sokan kitaláltátok, hogy most éppen Sárospatakon vagyok, úgyhogy kezdjük a legkisebb címlettel, az 500-assal. Az 500 forintos épp az elmúlt hónapokban újult meg, a pár biztonsági elem mellett egyel vörösebb árnyalatot is kapott. Az ábrázolások nem változtak, azaz maradt második Rákóczi Ferenc az előoldalon, a hozzá leginkább kapcsolódó helyszín a Sárospataki vár pedig a hátoldalon. A képen a vár két fő része dominál, a palotaszárny, illetve a hozzá kapcsolódó lakótorony, avagy a vörös torony. Emellett a háttérben feltűnik a várnegyed harmadik fontos épülete, a bazilika is. Aki kicsit is ismeri a környéket, az már első ránézésre érzi, hogy valami nem stimmel az arányokkal. Minden esetre kezdésnek a vár bejáratánál lévő térkép alapján próbáltam belőni azt a pontot, ahonnan nagyjából ez a kép tárulhat elénk. Tehát valahol itt lesz. A palotaszárny sarkából megvan az épület nagyjából olyan szögben, mint az 500-ason, és látszik a templom is a távolban, viszont a lakótorony innen nem látszik, ehhez a fal másik oldalára kell lemenni. Hát itt most a fák miatt ez elég nehéz lesz. Na, erről a pontról elég jól megvan a vörös torony is, a várfal is, és az épület is. De hát az látszik, hogy az épület az nem úgy helyezkedik el, ahogy ezen a képen látszik. A bazilikának a tornya, az pedig végképp nem látszana innen. Olyan tehát, mint a két perspektívát, avagy síkot toltak volna össze egy képben. A furcsaságra a magyarázat az, hogy az 500-as hátoldalán látható kép egy olyan korabeli metszet alapján készült, amire valóban próbálták rázsúfolni a várnegyed összes látnivalóját, ráadásul úgy, hogy a várkastély is a legszebb arcát mutassa, azaz nagyjából szemből látszódjon. Az 500-as hátoldalán látható kép tehát a valóságban nem létezik. De inkább azt mondom, mindenki jöjjön el maga, és győződjön meg erről személyesen. Sárospatak amúgy is a legalább egyszer kötelező látnivalók közé tartozik. A vár ugyanis talán a legszebb magyar reneszánsz várkastély, pláne a hozzá kapcsolódó szintén egyedi robosztus lakótoronnyal együtt különleges. Azért éppen a vörös torony nevet viseli, mert egykor vörös fenyő zsindelyek fették a tetejét. Egyébként épp a vár falai alatt folyik maga a Sárospatak, azaz a Bodrog, ami éppen áradt, amikor ott jártam. Patakon annak ellenére óriási a Rákóczi kultusz, hogy a fejedelem igazán sok időt nem töltött a várban, ugyanakkor az tény, hogy a szabadságharc legfontosabb eseményeit innen irányította. A szintén emlegetett bazilika pedig Észak-Magyarország egyik legnagyobb és legszebb temploma, és mivel Árpádházi Szent Erzsébet Sárospatak szülötte volt, a templom az ő nevét viseli. Épp Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján 2007-ben kapta meg a templom a Vatikántól a bazilika rangot. Egyébként most már akár a pár éve megújult Sárospataki főteret is rá lehetne zsúfolni az 500-asra, pláne mivel 2015-ben ez lett az ország legszebb főtere. Na, hát ennyit az 500-asról, jöjjön az 1000-es! Az ezresen tehát Mátyás király van, a túloldalon pedig a Herkules kút a visegrádi királyi palotából. Visegráddal kapcsolatban sokan abban a hibába esnek, hogy felrobognak a várba, és kihagyják a lényeget, a hegy lábánál álló királyi palotát. Az udvar közepén álló Herkules kút egy az egyben olyan, mint az ezresen. Apró pici szépséghiba, hogy ez már nem az eredeti, hanem egy másolat, de annak viszont kiváló. Mátyással kapcsolatos ábrázolásként elsőre furának tűnhet a kút, de tény, a visegrádi palota az ő uralkodása alatt újult meg, és kapott Magyarországon először reneszánsz jegyeket. A palota legékesebb dísze pedig épp a Herkules kút, és nyilván az sem utolsó szempont, hogy jól ábrázolható, avagy jól mutat a bankjegyen. Az eredeti kút vörös márványból készült,
A név a kút tetején ábrázolt jelenetből származik, ebben a gyermek Herkules győzedelmeskedik éppen a hidra felett. Egy máig népszerű legenda szerint Herkules áttételesen Mátyás törvénytelen gyermekét Kormin János testesíti meg. Ahogyan Herkules legyőzi a hidrát, Kormin János, aki végül sosem került trónra, úgy győzi le a Habsburgokat. És ahogy minden valamire való díszkútnak, a Herkules kútnak is tele van természetesen dobálva pénzérmékkel a medencéje. Mivel a palotának a korához képest komoly vízvezeték rendszere volt, a Herkules mellett volt több mutatós díszkút is. Itt például a sok-sok oroszlánnal díszített oroszlános kút, aminek szintén már csak a másolata látható. A palota udvarán egyébként szembe jött velem egy Mátyás mellszobor is, ami igencsak hasonlított az ezres erőlapján látható Mátyás portréra, de azt nem hinném, hogy erről mintázták volna. Persze a kérdés most nem is ez volt, hanem az, hogy a díszkútbar közepén álló Herkules kút vajon olyan-e az életben, mint az ezresen, és a válasz az, hogy igen, pont olyan. A 2000-esen Bethlen Gábor van, a hátoldali képnek pedig egy festmény az alapja, Bethlen Gábor tudósai körében, egyébként a kép itt van a Nemzeti Galériában. Bethlen Gábor fejedelemsége idején élte Erdély a fénykorát, hozzá kapcsolódó magyarországi helyszínt viszont nehéz találni, ezért esetett a választás Madarász Viktor festményére. Illetve még azért, mert a festményen Bethlent pont olyannak láthatjuk, amilyen a fennmaradt emlékezések alapján lehetett. Pártfogolta a tudományt, a kultúrát, nagy könyvtárral rendelkezett, sok időt töltött a tudósai körében. Madarász egyébként egy 1870-es állami történeti pályázatra nevezett a képpel, és ugyanezt a tematikát választotta egy Dósa Géza nevű festő is, ezzel magyarázható, hogy a Nemzeti Galériában két Bethlen Gábor tudósai körében kép is lóg egymástól csupán pár centire. A 2000-esen egyébként csak egy részlete jelenik meg a Madarász festménynek, és talán ezért értelmezték lazábban a címet is a bankjegy tervezői, itt ugyanis a felirat szerint Bethlen Gábort a tudósai között láthatjuk, míg eközben Madarász festményének a címe Bethlen Gábor tudósai körében. Na hát ez volt az első rész, ez egy 3500 forintos videó volt, hiszen 500-as, 1000-es, 2000-es, jövő héten viszont jönnek majd a nagyágyuk. Mindegyik mai címlethez hozzáteszünk egy nullát, jön az 5000-es, a 10000-es és a 20000-es, tehát az már egy 35000-es videó lesz. Remélem tetszett, remélem érdekes volt, hogy van bármi kiegészítésetek, azt írjátok meg kommentben, vagy ötletetek, és akkor jövő héten jön a folytatás. Sziasztok! Az utazásaimat a Mindig Ultrakész Kelfood Sandwich támogatja.